Február 19-e Kossuth Zsuzsanna születésének napja. Az ország első főápolójára, az ápolók példaképére emlékezik az egészségügy ezen a napon. A kórházban ünnepséget tartottak. A Szent György Kórházban 2000 ápoló dolgozik nap mint nap a betegekért. Ez a munka igen sokrétű, emellett emberséget, elkötelezettséget, hivatástudatot követel. Az egészségügyben dolgozók szerint pedig ez az egyik legszebb szakma. A jó ápoló magas szakmai tudással rendelkezik, hivatástudattal, elkötelezett, rendelkezik jó kommunikációs készséggel, jó munkatársa a gyógyító tímnek, az orvosnak, és hát a legszebb szakmát választotta. Mitől szép ez a szakma? Hát ettől szép a szakma, hogy a mi feladatunk az, hogy a betegeken segítsünk. A munkánk során, akár ugye a munkánk a születéstől, ugye az elmúlásig tart, hiszen a szülésnő, az újszülöttes nővér ott van a kisbaba születésénél, és bizony az elmúlásnál is segítjük a betegeinket. A legjobb dolog ebben, hogy várják tőlünk a betegek a támaszt, igénylik a szakértelmünket, igénylik a kommunikációt, és egy-egy betegosztályon nagyon hálásak, a hálás tekintetük, az, hogy segítjük őket a mindennapokban, az mindennél többet ér. Itt a kórházban hány ápoló dolgozik a mindennapokban, és elegendő ez a szám? 2000 dolgozó van a hármas munkaköri csoportban, illetve a szakdolgozókhoz. Ebből 1400 a konkrétan a szakdolgozó, és ebből 900 van a betegágy mellett. Én azt gondolom, hogy országos szinten mi jól vagyunk. Létszámba bizony, de a fekvőbeteg osztályokon pótlásra szükség van. Az, ha átnézzük a korosztályt, mi 43,9 a életkora a mi ápolóinknak, az országos 44, tehát sürgetően szükség van a pótlásra. Mik a tapasztalatok egyébként? Mennyire fogékonyak a fiatalok a hivatás iránt? Hát azt gondolom, régen fogékonyabbak voltak. A fehér köppeny az, hogy egy ápolóra felnéztek, és a társadalomnak egy rangos tagja volt, ez azt gondolom mindennél többet jelentett, mint az én időmben is. Ma nagyon sokat teszünk azzal, hogy a fiatalokat pályára irányítsuk, de ma egy kicsit más a szemlélet. Akik a minket választanak, azok itt maradnak, és ezért nagyon nagy felelősségünk van, hogy minél több potenciális ápolót nyerjünk a képzésre, és később a betegágy mellé. Február 19-én az ápolókat ünnepeljük. Ez a nap Kossuth Zsuzsanna születésnapja, aki rövid életét a betegek ápolásának szentelte. A legelső katonakórházakat Kossuth Zsuzsanna szervezte meg, és elsőnek hívta fel a sebesült katonák ápolásának kötelességére a civilizált világ figyelmét. Szervezte a betegek elhelyezését. A kórházban a róla készült szobornál tartottak megemlékezést. Az ünnepség végén a kórház, az egészségügyi szervezetek, a megyei és városi önkormányzat képviselői helyeztek el koszorúkat. A kórház főigazgatója büszkeségét fejezte ki az intézményben dolgozó ápolók áldozatos munkájáért. Én azt gondolom, hogy az ő munkájuk az arról a csupa nagybetűs értékteremtésről szól, ahogy szólt a múltban is, és amiről ez a mai ünnepség szól, és Kossuth Zsuzsa munkásságáról, életéről is szól. Ez ma is teljes mértékben igaz. Nyilván mások a körülmények, nyilván nincsenek harci szekerek, de a feladat az óriási továbbra is, és az a fajta önzetlen, empátián alapuló, odafigyelésen alapuló segíteni akarás, amit itt nap mint nap a kollégáim produkálnak a betegellátás során, én azt gondolom, hogy az példamutató nem csak az egészségügy vetületében, hanem azt gondolom, hogy az egész társadalomra nézve is. Tehát úgy teszik a dolgukat, és én azt gondolom, hogy ez a kórház egészére igaz, és a gyógyítók egészére igaz, ahogy ezt az a bizonyos nagybetűs érték szó, a hivatás szó elvárja és előrejátíti. A kórház milyen törekvéseket tesz annak érdekében, hogy vonzóvá váljon az emberek számára ez a hivatás, illetve hogy hát itt maradjanak a kórházban, ne akarjanak elmenni máshova? Ez egy nagyon összetett kérdés. Nyilvánvalóan mindent megteszünk, ami a képzést illeti. Már visszanyúltunk a középiskolákhoz, sőt már az általános iskolákhoz, azt a fajta szemléletet egy kicsit megismertetve már a gyerekekkel is, amiről ez a hivatás szól. Ebben a kollégáim élen járnak, és ezen az úton is köszönet illeti őket, amit itt tesznek. Ezen kívül a kórházon belül ugye olyan lehetőségeik vannak, hiszen ez azért két egyetem
oktató, illetve gyakorló kórháza, ahol a szakmát tanulhatják, ahol olyan szakmai magasságokba juthatnak, amit bármikor a munkájuk során kamatoztatni tudnak. És amire a legbüszkébb vagyok vezetőként, hogy ezt a fajta szakmai tudást, ami a betegek gyógyulását nagy mértékben a kor kihívásainak megfelelően biztosítani tudja, ezzel az előbb említett emberi értékkel és hivatás szeretettel teszik. Amit megtanulnak nálunk a szakmán kívül, az pontosan ez a fajta hozzáállás, ahogy gyógyítani kell, és amit minden más területen dolgozó és élő embernek üzenek, hogy ha valaki teszi a dolgát, és valamire felesküszik, ahogy ezt ők tették, az csak és kizárólag így lehet tenni. Az ünnepségen részt vett Balogh Zoltán is. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke szerint az utóbbi években csökkent a szakma iránt érdeklődők száma. Noha a szakképzés megfelelő, emellett a bérfelzárkóztatás is elkezdődött, de ezen túl az oktatás reformálására is szükség van. Ez egy rendkívüli megtisztelő alkalom, hiszen a Magyarországgyűlés 2014-ben döntött arról, hogy Kossuth Zsuzsanna születésnapját, február 19-ét Magyar Ápolók napjává nyilvánítja. Ez egy olyan ünnepi alkalom, ahol a hagyományokat tisztelve, megemlékezve a múlt nagy alakjairól, így Kossuth Zsuzsannáról, az ő munkásságáról, minden az egészségben dolgozó szakember magáénak érezheti ezt a hivatást, és mi, ápolók, szakdolgozók ezen a napon országos szinten középpontba kerülhetünk. Ezért különleges, és ezért fontos minden szakember számára. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mitől válik különlegessé ez a hivatás. Mit ad az ápolóknak, és hát mit ad nekünk, embereknek? Különlegességét ennek a hivatásnak az adja, hogy a szakmai tudás mellett emberi érzés, lélek, és számos esetben gyomor is szükségeltetik. Ha ez a 3-4 tényező megvan, akkor egész biztosan egy olyan fajta professziót tud az ember élete során gyakorolni, ami minden ember hasznára válik, hiszen születés előtti időszaktól egészen a halálig ott vannak az egészségügyi szakdolgozók az országban, és a társadalom bármilyen ellátáshoz fordul, az állampolgárok, az orvosok mellett egészségügyi szakdolgozókkal találkozik. Az ápoló azért van külön nevesítve, mert az ápolás európai és angol száz tekintetben ez egy összefoglaló név. Ebbe beletartozik olyan szakember csoport, amit Magyarországon külön nevesítünk, műtőszakasszisztensek, védőnők. Ha külföldre megyünk, ezek a szakemberek az ápolók családjába tartoznak, és az ápolókra, mint egy az orvoslás mellett dolgozó szakemberekre néz a világ különböző országokban. Milyen az ápolók helyzete ma Magyarországon? Helyzetünkről többféle aspektusból lehet beszámolni. Ha a szakképzést nézzük, akkor európai értelemben is jó helyen vagyunk, hiszen uniós tagországként európai szintnek megfelelő szakképzési rendszerünk és felsőoktatásunk van. Az ápolói létszámok tekintetében viszont nem állunk teljesen jól, hiszen az 1000 főre vagy 10 000 főre jutó ápolói szakdolgozói létszám messze elmarad az elvárt színvonaltól. Ugyanakkor az orvoslás mellett lévő szakdolgozói társadalom nagyon sok szakmai kompetencia körben vállal már szerepet. Ez világméretekben is jelentősnek mondható, hiszen olyan felsőfokú tanulmányokat lehet már Magyarországon is elsajátítani az egészségügy területén, amire 20-30 évvel ezelőtt nem volt példa. A bérezés tekintetében, ha erről az oldalról nézzük, mert ez az egyik legfontosabb a gyakorló szakember számára, hogy azt a nehéz munkát, kellő alázattal végzett munkát a társadalom megbecsülje, akkor viszont egy biztató úton haladunk, hiszen 2016 óta elindult egy bérfelzárkóztatási folyamat, amelynek az 5. fázisa következett be most januárban, és még előttünk van 2 fázis. A 2 fázis végére, 2022. január 1-ére az európai bérneknek körülbelül 60-65%-át érjük el, tehát ez azt jelenti, hogy akkor egy gyakorló ápoló, illetve egy főiskolát, egyetemet végzett ápoló körülbelül 1100-1300 körüli euró mérhető fizetés alap, illetmény besorolással kezdi a pályafutását az egészségügybe. Hogy ez mire elég, ez függ attól, hogy a magyar társadalomban, Magyarországon milyen más ágazatokban a
fizetés, mennyire lesz ez a fizetés versenyképes. Az út az biztató, de igenis a döntéshozóknak azt a fajta napi munkaterhet csökkentő intézkedéseket, ami már nem csak a bére múlik, hanem azokon az eszközökön, ami segíti az ápolás mindennapjait, további lépéseket tesz. Ha ez megvan, akkor szerintem sok új kollega fog jelentkezni az egészségügybe, mind a szakképzés, mind a felsőoktatás rendszerébe, hiszen pont a tegnapi napon jelentették be a különböző ösztöndíj programoknak az indulását, ami jelentős mértékben segítheti már a tanulmányok folytatását is, akár itt Fehér megyében. A kamara milyen lépéseket tesz annak érdekében, hogy vonzóvá váljon ez a hivatás, illetve önök szerint mire van még, mire lenne még szükség? A jelenlegi generációt Z generációnak hívják, akik az élmény alapú tanulásra alapozzák a mindennapjaikat és a tanulmányok során az életüket. Nekünk élményt kell biztosítani számukra, hogy közelebb kerüljön a kórház, az egészségügy a fiatalok számára. A Fehér megyei Szent György Kórház és a Fehér megyei területi szervezet a kamarának ebben úttörő szerepet játszik, hiszen nagyon sok nyílt napot, pályaválasztási programot szerveznek, ahol a kisiskolásoktól kezdve a középiskolásokon át megismertetik az egészségügyi ellátórendszer különböző aspektusaival a fiatalokat, motiválják arra a pályán lévő kollégák a jövő generációját, hogy érdemes ezt a gyönyörű szép hivatást választani, és szerintem ebben a kamara a kampányaival, szórólapjaival, újságaival, kiadványaival és a YouTube-on található mintegy 16 szakmai filmjével, rövidebb, hosszabb filmjével ezt a folyamatot abszolút tudja segíteni. Tehát, hogyha jól értem, akkor ma Magyarországon megéri ápolónak tanulni, hiszen nagyon sokat lehet ezáltal kapni is. Én azt gondolom, hogy ez megéri. Biztos jövő vár Magyarországon is a kollégákra, és azt gondolom, hogy ha a társadalomban is bekövetkezik az a fajta paradigmaváltás, hogy nem csak az orvostól várja a gyógyulást, hanem a mellette dolgozó, nagyon jól képzett szakemberektől bízik bennük, és az ő tudásukat pedig megfelelően tudjuk alkalmazni, kamatoztatni, akkor egy jobb minőségi betegellátást tudunk nyújtani a lakosság számára. A koszorúzás után megemlékezéssel és szakmai konferenciával folytatódott a program, ahol kitüntetéseket is átadtak. Az év ápolója Bíró Krisztina lett, Szabó István az év asszisztense díjat vehette át, míg Hertelendi Anna Mária az év tiszteletbeli ápolója lett.